rockos slágeréről, Biga. Nagyon-nagyon szerencsének tartom, hogy végre megmutathattam egy kicsit ezt a rockos oldalamat. 767 millió az ötös lottón. Fodor Zsolt a buszvezető, akivel igazi szerencse együtt utazni. Ha egy embert is boldogát teszek azzal, hogy így végzem a munkámat, akkor már megérte. Szerencsés napot kívánunk! Ez a Szerencsehíradó. Ma itt a Feneketlen tónál játszunk a sorsjegy csomagokért. Persze most is játszhatnak velünk önök is, nem sokára elkezdjük felvillantani a mai szerencse szó betűit a jobb felső sarokban. Ha leírták az összes betűt, akkor megfelelő sorrendben kiolvashatják a megfejtést, mely ezúttal egyik sorsjegyünkhöz kapcsolódik. Addig is mi pedig megkeressük első játékosunkat. Első játékosunk Saci. Saci, szoktál sorsjegyeket kaparni? Nagyon ritkán. És amikor kapartál, akkor volt szerencséd? Kemény 600 forintot nyertem, igen. Hát akkor érdemes tovább próbálkozni velük. Ismerhetem is a szabályokat. 50 másodperc alatt 5 kérdés fogsz kapni Gézától. Minden egyes helyes válaszod egy nyeremény, egy sorsjegycsomag. Hogyha nem tudod a választ és időn belül vagyunk, akkor visszatérhetünk rá, ha passzolsz. Jó. Zsuzsi, indítsd az órát. Ma lenne 69 éves Somló Tamás. Melyik zenekar tagja volt leghosszabb ideig? Az LGT. Így van, egy jó válasz. Mennyi az ötös lottó eheti várható főnyereménye? 85 millió vagy 767 millió forint? 760. Két jó válasz. Igen. Milyen mély a feneketlen tó? 4-5 méter vagy 35-40 méter? Na, tippelj egy jót. 35-40. 4-5 méter, még csak. 74. születésnapját ünnepli ma Martin Scorsese filmrendező. Wall Street farkasa, Aviator, Avatar. Melyiket nem ő rendezte? Az Avatart. Így van, 3 jó válasz. Nevezem meg 3-at a feneketlen tavat határoló 6 utca közül. 3-at? Uh-huh. Edömér utca, a Villányi út, Kosztolányi Dezső tér, vagy Bartók Béla út. A Bartók Béla út, igen. El is fogadom. Fadrusz utca, Tasvezér utca, Bocskai út. James Cameron filmje volt az Avatar, azt jól tudtad, és azt mondja, hogy 4-5 méter, mindenen túl vagyunk, 4 jó válaszod van, gratulálok! Szerintem szuper játék volt, ez pedig a nyereményed, 4 darab sorsjegycsomag, nagyon sok szerencsét! Köszönöm szépen! Tovább halmozódik az ötös lottó főnyereménye, lássuk az elmúlt 7 nap nyeremény híreit. Az ötös lottón a 42 darab négyes tulajdonosa 1.263.000 forintot nyert. A hatos lottón a 63 darab ötös 238.000 forintot fizet. A skandináv lottón a 60 darab hatos több mint 377.000 forintot ér. A Jokeren 5 szerencsés gazdagodott 1.300.000 forinttal. A Luxorban a teli találatos tulajdonosa 7.811.000 forintot vihet haza. A Totón 28-an találták el az összes meccs végeredményét. Nyereményük 123.000 forint. Az Eurojackpot 2 darab 5 plusz 1-esének köszönhetően a nyerteseknek bruttó több mint 666.000 euró ütötte a markát. Múlt heti szerencseszavunk a TV Maci volt. Szajbert Jánosné nagy orosz játékosunk pedig a Szerencsejáték ZRT jóvoltából 7 darab sorsjegycsomaggal gazdagodott 7000 forint értékben. Gratulálunk! Új, rokkosabb hangvételű dalát adta elő a Szerencseszombatban Biga. Az énekest erről, a szerencséről, valamint a jótékonykodásról kérdeztük. Naple, farmer cipő, pénzkulcs, élet az idő. Ez egy vadonatúj dal, egy vadonatúj inspiráció, Szabó Zével írtuk a dalt, a szöveget pedig Tariska Szabolcsal írtam közösen. Úgyhogy ez egy viszonylagosan közös szerzemény, imádjuk, és nagyon-nagyon szerencsének tartom, hogy végre megmutathattam egy kicsit ezt a rockos oldalamat. Aki már ismer és járt Biga koncerten, az tudja, hogy ez nem áll messze tőlem, sőt, nagyon sokan azt gondolják, hogy most vagyok igazán otthon. Én is úgy érzem, hogy egy másik otthonom. Nincsenek nagy igényeim, úgyhogy nem tartanék igényt én hatalmas nagy összegekre, ha megnyerném az ötös lottót. Valószínűleg nagyon sokat eljótékonykodnék belőle, és utána néznék, hogy hova kerülhet esetleg, ahová biztos meg is érkezik. Jól érzem magam a bőrömben, olyan emberek vesznek körül, akikkel szeretek együtt dolgozni, akikkel szeretek együtt lenni, és egy olyan munkát végezhetek, ami nekem igazából nem is munka, hanem egy
életforma, egy hobbi is egyben, úgyhogy mindenképpen nálam az egész élet egy nagy szerencse, úgyhogy ezt meg is köszöntem már sokszor. Második játékosunk Endre. Endre, mi volt élete legnagyobb szerencséje? Amikor megnősültem. Hát ez megható. Mikor volt ez? 71. június 5. 45 éve akkor. Igen, 45 éve elmúlt, igen. Reméljük szerencséje lesz a játékunkban is. Szabályokat már ismeri? Zsuzsi, indítsd az órát. Mi Heinz Gábor művész neve? Kiki vagy Biga? Biga. Egy jó válasz. Ma van Budapest napja. Hány kerülete van a fővárosunknak? 23 vagy 26? 23. Két jó válasz. Csokonai Vitéz Mihály november 17-én született. Melyik évben? 1573-ban vagy 1773-ban? Csokonai Vitéz Mihály? 1700. Három jó válasz. Mennyit fizetett a kettes 1998 első ötös lottóján? 262 forintot vagy 1340-et? 1340. 262 forintot. Budapest egyik leghosszabb járata a 7-es buszé. Soroljon föl legalább három teret, ahol megáll. Három teret? Hát a Blaha-Lujza tér, akkor a Baross Gábor tér, akkor a Szent István tér, akkor a... A Szent István teret nem tudom sajnos elfogadni, Szent Gellért tér lett volna jó. A Szent Gellért, Szent István tér. Se a... baj, lejárt már közben az időnk. Igen. Endre így is volt, azt mondja, hogy 1, 2, 3 jó válasza. Gratulálok. Igen. Köszönöm. És itt van a nyereménye. Parancsoljon, nagyon sok szerencsét. Köszönöm szépen. Most pedig térjünk vissza a nézői játékunkra. Mostanáig a szerencseszó összes betűjét láthatták. Ha kiolvasták a megfejtést, akkor összesen 7 darab sorsjegy csomagot nyerhetnek, hiszen mai két játékosunk ennyi helyes választ adott. Megfejtéseiket pedig vasárnap éjfélig küldhetik el a szerencsehiradó@szerencsejáték.hu e-mail címre. Nagyon sok szerencsét! Varázslatos történet dobta fel minap a 159-es busz utasainak életét. Fodor Zsolt buszvezető ugyanis a síró gyerekeknek mesét mondott, a következő megálló nevét pedig belefűzte a mondandójába. Ez elég volt ahhoz, hogy az ideges, rosszkedő felnőttek napja sokkal jobb legyen, a gyerekek pedig a zsúfoltság ellenére megszerették a buszozást. Szerintem ez a főváros egyik legszerencsésebb története. Megpróbálok mindent megtenni azért, hogy elérjék a hévet, ha nem megkésnék, akkor boldog új hévet kívánok önöknek. Egy éve vagyok buszsofőr, és ez nekem egy gyerekkori álmom volt. Ezeken a régi fotókon ez jól látszik. Zsoltnak nehéz gyerekkora volt, így élete szerencséjének tartja, hogy egy csuklós buszvolányához ülhetett. Az első biztonság, második a menetrend, és a harmadik helyre próbálom azokat a dolgokat betenni, amiket az emberek többsége nagyon szívesen vesz, az, hogy foglalkozok velük, végállomáson üdvözlöm őket indulás előtt, illetve érkezés után elköszönök napszaknak megfelelően. Sokszor ez egy, ami az emberek napját már annyira feldobja. Figyelek a kicsikre, figyelek a nagyokra, az idősebbekre. Vannak ugye mozgáskorlátozott utasaim is, ugyanúgy a gyengénlátók, akikre különösebb figyelmet kell fordítani. Igazán szerencsés tehát az, aki Zsolt 159-es buszával járja Csepel környékét. Ha egy embert is boldoggá teszek azzal, hogy így végzem a munkámat, akkor már megérte. Sokszor, amikor egy utast megvárok hátul, ugye felszáll, fut a busz után, akkor úgy száll le, hogy előre jön, és az első ajtón, és megköszöni. És nekem ez egy visszacsatolás, hogy igen, ezt jól csinálom. Ha esik az eső, akkor nyilván arra hívom fel a figyelmet, hogy esőbe is lehet nagyokat bohózkodni. Ha éppen túl meleg van nyáron, akkor felhívom a figyelmet, hogy ezért nagyon jókat lehet fagyizni. Ez egy olyan ajándék, amivel én módon szeretnék élni, és továbbítani a közösség felé. Azoknak, akiknek hasonló nehézségei vannak, mint amik nekem voltak, illetve álmaik, amiket valóra szeretne váltani, hogy hát lehetőség van, csak élni kell vele, én úgy gondolom. További szép napot kívánok, vigyázzanak magukra, és jöjjenek máskor is, viszontlátásra! Kedves nézőink, műsorunkat újra nézhetik a mediaclick.hu, illetve a szerencsehiradó.hu weboldalakon. Várjuk Önöket a jövő héten is itt a Dunán, addig is nagyon sok szerencsét, a viszontlátásra! Viszontlátásra és jó utat mindenkinek!